A tőkebusz jelenlegi helyzete is szóba került a pécsi közgyűlés keddülésén. A Fidesz frakció vezetője azt mondta, meg kell állítani a sofőrök elvándorlását a cégtől, különben a helyi buszmenetrendet nem lehet majd teljesíteni. 10%-kal kevesebb sofőrje van jelenleg a tőkebusznak, tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi menetrend nem tartható. Tehát, hogyha ez így marad, és még több sofőr hagyja ott a céget, akkor járatszám csökkentésre, ritkításra fog sor kerülni. Ezt hónapok óta mondjuk. A Biocom Nonprofit Kft. És a Tőkebusz Zrt. 2022. februári menetrendmódosítási javaslatainak jóváhagyása. Ez az egyik napirendi pontja a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság szerdai ülésének. Járat ritkításról dönt az előterjesztés alapján a bizottság, mondja a frakcióvezető. Mégpedig az egyik legforgalmasabb járatnál, a 2-es busznál, ez bizonyos időszakokban 12 perc helyett 15 percenként fog járni, tehát megindult az a folyamat, amire mi felhívtuk a figyelmet, tettem is egy módosító javaslatot, hogy például a propaganda sajtó helyett 50 millió forintot csoportosítson át az önkormányzat a tőkebusznál dolgozó sofőrök bérrendezésére. Sajnos a baloldali vezetés és a mögötte lévő koalíciós többség ezt elutasította. Jelenleg a tőkebusznál dolgozó sofőröknek az alapóra bére 1265 forint, a volánbusznál bruttó 1650 forint az alapóra bér. Ezért mennek egyre többen a volánhoz dolgozni a buszsofőrök a tőkebusztól.